Az orosz-ukrán konfliktus egyik legfrissebb negatív megnyilvánulása az európai országokra nézve a gázcsapok elzárása az oroszok részéről. Lengyelország, Bulgária már érintett a problémában. Oroszország az Európai Uniós országokkal szemben pedig végrehajtja a szankciókat, ha a rubelben való fizetés nem teljesül. Litkei Máté, a Matthias Corvinus Kollégium Klimapolitika Intézetének igazgatója pécsi előadása során értékelte a helyzetet Magyarországra nézve is. Magyarországnak azt gondolom, hogy föl kell készülni akár a legrosszabb esetűségre is, de ez nem azt jelenti, hogy ez a legrosszabb esetűség be is következik, ez egész egyszerűen annyit jelent, hogy elővigyázatosnak kell lennünk. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány egy elővigyázatos politikát folytat, és minden olyan intézkedéstől tartózkodik, ami az ellátás biztonságot veszélyeztetné. Napjaink legaktuálisabb témája pedig az orosz-ukrán konfliktus, amely egyelőre beláthatatlan következményeket is okozhat a világgazdaságban, geopolitikában. Vajon a klímapolitika felül vagy alul értékelődik a következő években? Az időjárás függvényében megújuló energiákat valamivel ki kell egyensúlyozni, mondta Litkei Máté, klímapolitikai igazgató. Hiszen amikor az időjárási kondíciók nem megfelelőek, akkor valami gyors reagálású kapacitást kell beépíteni a rendszerbe, és ez jellemzően gáz volt az elmúlt időszakig. És jellemzően orosz gáz. És ezt fogjuk most fölváltani cseppfolyósított földgázzal, aminek sokkal nagyobb a karbonlábnyoma, illetve a széntüzelésű erőműveket tovább fogjuk bentartani a rendszerbe, egész egyszerűen azért, mert azt az energiát, amit az orosz gáz kiesésével valahogy pótolni kell, azt akár úgynevezett piszkos energiával is pótolnunk kell. A következő időszak nagy kérdése nem az lesz, hogy tiszta energia lesz-e, hanem hogy lesz-e egyáltalán energia. Így rövid távon akármennyire is elkötelezett az Európai Unió a zöldítés irányában, az látszik, hogy a klímacélok mindenképpen háttérbe fognak szorulni, tette hozzá Litkei Máté, klímapolitikai igazgató, a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Központjának legutóbbi előadásán.